Üdv, sziasztok! Először is boldog új évet kívánok mindenkinek. Itt vagyok még a barlangban, és folyamatosan szedem ki a artifaktokat. Most már jó pár darabot elvittem a központi részre, és talán ez az utolsó, amit elviszek. Gyűjtöttem sokat, azt hiszem, hogy ez lesz a 21. darab. Azért gyűjtök ennyit, mert nem szeretnék többet ide eljönni. Ezt le is kapcsolom utoljára. Eredetileg úgy volt, hogy ebbe a ládába gyűjtöm, itt várakozok, és majd mindig berakom a ládába, de felesleges, mert nem egymás után jönnek az artefaktok, és várni kell egy kis időt, ezzel az erővel el is vihetem a központi helyhez. Egyébként kétszer voltam már kint is, mert kellett a kaja, meg a víz, meg a fegyvereket kellett javítanom. Úgyhogy nem végig voltam itt a barlangban, tehát muszáj volt javítanom, és ahányszor voltam kint, annyiszor hoztam be különböző alapanyagokat. Na, kristályba akarjál már fennakadni. Így beépítettem egy szakaszt ágyakkal és egyebekkel, hogyha meghalok, akkor simán vissza tudjak jönni. Oda is raktam egy ilyen hídszerűséget a loothoz. Igaz, hogy így a loot nem jön vissza, de legalább azt az egyet ki tudtam onnan szedni. Amúgy sem nagy szám, mert elég nehéz eljutni ahhoz a loothoz, így nem számít, hogy nem jön vissza. Oda is raktam fáklyát, ahova tudtam, fáklyákat raktam, tele éghető anyagokkal. Ide ez megé is raktam fáklyákat, tehát próbáltam mindenhova fáklyákat rakni, mert néha necces az időjárás, és az ember meg akar fagyni. Akkor ne kelljen már visszamennem központi részre, hanem innen is el tudom, és újra van loot. Lootokat is összeszedtem menet közben, de most másodszorra jön vissza ez a piros loot, úgyhogy ezt most útba is veszem, mivel már nem jövök vissza errefelé. Központi helyhez viszont vissza kell mennem többször is, mert a 21 artefaktot valahogy haza kell vinnem. De legalább már nem kell errefelé jönnöm. No, nézzük. Hát nem egy nagy szám, viszont ez egy rohampajzs. Még ilyen nem nincs is. Jó. Menjünk. Hát végülis ott is le tudnék menni, de stílusosan menjünk már el innen. Úgyhogy nem tervezek visszajönni soha többé. Ide már biztos, hogy nem. Ebből a ládából is kipakoltam mindent. Itt is raktam le 2 darab fáklyát, mert itt is jól jött. Majd, ha az utolsó artefaktért jövök be a központi részre, akkor szerintem a rexeket is kiviszem a kripot segítségével. Na. Jó. Oké, egyelőre viszont marad a rex. Őket csak úgy is akkor viszem ki, amikor tényleg a legutolsó artefaktért jövök. Jó, ide raktam 2 ágyat, de ez meg volt múltkor is. De ide raktam át a szekrényt, mert ott szokott a nagy banzáj lenni, itten meg nyugiba van. Tehát ez a szakasz tök nyugiba van, ezért raktam le ide 2 ágyat. Még pluszba, ládán kívül. Meg még ide raktam a kajás dobozomat is, majd ezt is kipakolom, ha majd utoljára jövök. Ide a következő szekrényt, ide a ruhákat, hogyha meghalnák és újraélednék, akkor ne csupaszon kelljen már visszamennem.
mert abba belehalnék. Ezért itt is van ágy. Hoztam be egy workbench-et is, hogyha netán gyorsan kraftolnom kell valamit. Hát nagy, sok mindent nem tudok, mert fa hiányom van, de páncélomat azt tudom javítani, ha arról van szó. Minimálisan arra jó, meg ki tudja, hogy még mire lenne jó. Ide is raktam egy plusz egy ládát, ebben nem sok minden van. Ide pedig azokat raktam, amiket a lootként kaptam a az eszközökből. Ide pedig az artefaktokat pakoltam, tehát most már 3x6, 18, meg 3x21, 21 darab van, most már az annyi dolgom van, hogy ezeket kivigyem. Úgyhogy még 20, hát nem 21-szer, még 20-szor be kell jönnöm idáig, de legalább nem kell arra felé lemennem többet. Csak idáig kell 20-20-szor eljönnöm és kivinnem. Lényegéből ennyi. Legutoljára pedig összeszedni azokat a cuccokat, amiket el is akarok vinni. Mondjuk lehet, hogy kristályokat nem viszek, mert ennél könnyebb helyről is tudok szerezni. Tök feleslegesen gyűjtöttem, úgyhogy azok itt maradnak szépen. Jó, első körben szerintem ennyi, viszont van egy-két kulacs, amit például ez, meg ez, amit elvihetnék, mert így üresen idebent semmi értelme nincsen. Jó, akkor megyek a következő szakaszra, és megpróbálok kimenni. Utána pedig szépen egyenként kihordom. Szerintem erre már azért könnyebb a barlang. Amarra bent a legnehezebb egyébként. Nézzük. Aha, visszajöttek az állatok szépen. Folyamatosan mindig jönnek. Hát nem tudom, azt a lootot megnézzem, elég veszélyes, mert itt akárhányszor megnéztem, mindig leszedett egy purlóvia. Ráadásul van is itten. Jön a falból is. Franco. Legalább kijött a földből. Gyanús, hogy ez nem mind volt. Megkockáztassam. Szerintem kajákat simán kidobhatom, mert lesz út közben úgyis. Meg is lett 125-ös. Na nézzük, hogy van-e még purlóvia. Na, egyelőre úgy tűnik, hogy nem jött elő. Viszont kutyákat hallok. Vajon el is jutnak idáig? És eljutnak. Bentről a falból méghozzá. A fal mögött tudja, hogy van valami vizes terület, ami... ahol tudnak spanolni. Jó, talán egyelőre nyugi van. Ó, nyergek. Mutasd csak, milyen nyergek ezek. Egyik a Prokoptodon, hát az végülis van egy, arra rátehetem. Ó, a másik meg tök fölösleges. Ezt dobjuk már ki, mert semmi értelme. Jó. Itt láttam egy purlóviát, azt leszedem. Már mihez tartás véget. Nekem ne legyen itten. Jó, mehetünk. Ó, ott van fent egy másik sávga loot. Nem tudom, hogy azt fel akarom-e szedni. Attól függ, milyen nehéz helyen van. Na, én meg haldoklom, mert nem kajáltam. Jó, lényegében nem messze van a kijárat, de ha azt a lootot meg akarom nézni, akkor viszont eltart egy kis ideig.
Na, ebbe a kristályban már nem először akadok el. És Néda egyszerűen nem bír átmenni. Na nézzük csak. Ó, itt egy purlóvia. Meg kutya is van a falban egyébként. Nem azé. De eléggé handicappel indulnak azok a kutyák. Na az a purlóvia talán lehet, hogy ide fog érni, ha én leszállok. Rex meg fog egyet ugrani a marra. Nézzük csak. A kutyák jönni fognak. Ha jönni fognak. Jó, nem fogok itten várakozni. Ó, egy kis bundásgatya. Jó, akkor haladjunk kifele. Egyébként már egy artefaktot kivittem. Úgyhogy a valóságban nem 21, hanem 22 van. De ez már csak részletkérdés. Na, most felszalad az oldalfalra. Mikor kint voltam, akkor ajándékcsomagokat is gyűjtöttem. Egy olyan 6 darabot, és újra kaptam kripodokat. Most már több kripodom is van, úgyhogy akár egyszerre el tudom vinni az összes rexet. Nem látok semmi érdekeset. Nem tudom, arra bent van-e valami. Lehet, hogy teszek egy kört. Biztos, ami biztos alapon. Ó, oh, ott egy loot. Hát ezért. No, mindjárt kiderül, hogy van-e purlóvia. Talán nincs. Hát ez nem egy nagy szám volt. A kesztyű. Mi volt még? Pacino. Na mindegy. Kellett, mint halálnak a csók. Na lépjünk. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ide is teszek egy ládát. Hogy ne kelljen kimennem a barlangból és ide gyűjtöm a az artefaktokat, és innen szépen már ki tudom utána vinni. Na forduljunk vissza menet irányba, hogyha menni kell, akkor ne kelljen már fordulgatni. Jó. Na végre. Miért állsz fel? Most tudom miért, mert futni akartam, de előzőleg miért. Jó, most már könnyebb dolgom van, nem kell várnom az artefaktokra sem. Sőt, nem kell egészen végigmennem, elég a központi részig elmenni. És onnan szépen kihozogatni egyenként. Ez szerintem már a könnyebbik része a dolognak. És ha kihoztam az összeset, a barlangot le is zárom jelképesen, mert semmi értelme, hogy... Na itt van a 22. Jó. Ide gyűjtöttem az ajándékcsomagokból kapott cuccokat. 3 kripodot kaptam eddig, meg element dustot és egyebeket. Hát nem is ide rakom, mert oda az ajándékcsomagokból valókat rakom. Ide kaptam még bentről a barlangból még tervrajzokat. Például ennek nagyon örülök, mert ez Tanonc búvármaszk, egy kicsikét jobb minőségben. De a Tanonc szörmesapka sem olyan rossz, az is kékes. A többi nem érdekes.
626. napnál járok, és a következő a helyzet. Kivittem a kiárat elé az összes artefaktot, plusz ami cuccokat szereztem, de azóta is találtam Ichiosaurus nyerget, például kéket, a másik pedig egy értéktelen felső, ami nem kell nekem, sőt az sem. És most ott tartok, hogy végre befejeztem a barlang kilútolását. Még egy feladatom van, hogy még megnézem az utolsó piros lootot. Artefaktot már nem szeretnék összeszedni. Az már bőven elég a 22 darab. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a piros loot mit tartalmazhat, de tele van állatokkal, úgyhogy még az állatokon is át kell verekednem magamat. Hú, mennyi medve? 4 medve. Egy zöld. Itt az 5. medve. Lejjebb nem megyek csak a piros lootért. Gondolom azóta már van. Ott is egy medve. Burlóviák. Hála az égnek, már csak utoljára jövök erre felé. Akkor jöhetnek a többiek. Így legalább nem érnek el. És tele van. Hát ebből nekem nem kell semmi se. Jó, azt meg nem érem el. Mindegy. Jó, ott maradt. Na, mutasd csak magad. Ez az. Igazából nem is kellene nekem arra felé elmennem, mert végül is minek. Csak a piros lootért jövök. Ha van, láttam ott, hogy világít. Ott van. Viszont nem lesz jó így, mert a másik oldalon ott vannak az állatok. Purlovia még simán át tud ugrani. Csak le kell mennem azokat kinyírbálni. Mi van, kristály? Na gyere, medve koma. És akkor itt van nálam a kripod, ezt a rexet be is fogom rakni. A másik meg úgyis ott lesz a kijárat előtt. Visszajövök, azt is beteszem a kripodba, azt viszem haza őket. Nem mintha nem lenne sok rexem odahaza, több mint 50 darab van. De mindegy. Azt a burlóviát kéne. Majd lemegyek, azt szétszedem őket. Ah, le is kell, hogy menjek. Uha. Kéne kajánom, ezt mindig elfelejtem. Alig van kajám. Pedig ott van a hűtő teli. Szinte teli. Lényegében le is ugorhattam volna a Rex-szel, de...
megkímélem már a sebesülésektől. Mire is kéne? Hát, közelharc. Jó, remélem az életerőm a csökken. Ne csináld. Akkor vissza kell mennem. Melegedni. Ezek nem hagynak békén. Ilyenkor kell támadniuk, amikor nekem sürgős dolgom lenne. Sajnos ilyenkor nincs más, mint hogy vissza a fákjához. Szerencsére nem kell nagyon visszamennem, elég idáig. Ó, ott egy purlóvia. És kiderül, hogy betámad-e. Szerencsére másik oldalon van, hát ha nem vesz észre. Az a baj, fákja nélkül nem jön vissza az életerőm. Vannak ilyen bizonyos időpontok, amikor nem számít, hogy zabálok. Fákja kell neki. Jó, talán megúszom. Van 4 kampós kötelem, az bőven elég lesz, 2 kell, úgyis oda és vissza 1. Már alig várom, hogy befejezzem ezt a barlangot, mert agyam eldobom ettől a legszarabb barlang, amit valaha találtam ebben a játékban. Meg lesz a 200, megindulok, vagy megnézem, hogy ha elmegyek innen, akkor is csökken-e. Jó. Vagy lekapcsolom, és mindjárt kiderül. Hát, lassan, de növekszik. És itt a purlóvia. Jó. Megvan a loot, én már söpörtem is innen. Most kiderül, hogy van-e a falban még valaki. Talán nincs. Talán. A tervrajz az jó. Mert 2 ilyen platformom van, de nem tervrajz. Úgyhogy ez most mindenképp megérte. Ez a Quetzal platform, úgy tudom. Igen, Quetzal. Van 2 Quetzal platform nyergem, de tervrajzba eddig nem volt, úgyhogy tök jó. Jó, én azt mondom, hogy ez a barlang ki van filézve. És ha tehetném, felrobbantanám a bejáratot, hogy még véletlenül se jöjjek vissza. A maximum, hogyha szadisztatni akarom magamat, akkor jövök ide artifaktért, de egyébként soha nem akarok ide még egyszer bejönni. Bőven elég volt ennyi is ebből. Remélem itt nem jönnek az állatok. Na, megint beragadok. Az tök jó. Már csak annyi van, hogy összeszedem a cuccaimat, vissza kell szállnom, mert egyszerűen nem tudok lejönni. Annyi van, hogy összeszedem azokat a cuccokat, amiket mindenképp viszek. Szerintem nagyjából mindent összeszedtem, kivéve a kajást, meg a többit, majd mindjárt kiderül, megnézem. Jó. Kaját, hogy áll? Tele vagy kajával, nem sokáig lesz
benned. Végül is ezt kirakatom, ha valamelyik ládába még jó jöhet, ha netán tényleg visszajövök, de nagyon nem szeretnék ide már többet visszajönni. Na ez... mikor akar működni? Valami még most is van a falban. Ez az. A kaja maradhatott. Oké, ezt el is rakom, nehogy véletlenül megnyissam. Jó. Legutóbb újra visszaszpanoltak az állatok, és itt a két ágyamat azt szét is szedték az anyomban, de nem baj, mert itt is vannak ágyaim. Úgyhogy nem gond. Na, itt van az, amit vinni akarok, ez mindet. Mert már nem kell. Plusz ezt kirakom, mert minek vigyem haza, plusz a páncélzatokat viszem. A szörméket, a többi nem lényeges, a töltényt is viszem. Jó, ebből nem kell több. Ebben nincsen semmi olyan, amit vinni akarok. Ebbe úgy szintén nincs, ebből meg már kipakoltam. Workbench-ben szerintem töltényeket azt tuti, hogy elviszem. Hát az maradhat, mert ebből nekem van otthon rengeteg. Jó, szerintem más nem kell. Ezt bepakolom, ami odahaza nem kell. Hús. Jó, hát ezt hazavihetem. Csákányok nem kellenek. Jó. Szerintem mindent hazavittem. Ezzel egyúttal minden nálam van. Jó. Oké. Akkor menjünk. Na. Ne akarjál beragadni. Ez az. Jó, a kijárat előtt még egyet összesítek, hogy miből mit szedtem össze. Jó, még nem spanoltak vissza az állatok. Talán még kijárat előtt sem, de majd mindjárt kiderül. Elég jó súlya van neki. Nincsen neki olyan, amit ki kéne dobni, dehogy nem van. Sok romlott hús. Jó, menjünk. Szóval akkor 22 artefaktot sikerült innen kiszednem. És csak azért, hogy még véletlenül se kelljen nekem visszajönnöm. Az csak köd. És néhány nagyon jó kis recepthez is hozzá tudtam jutni. Vittem is már ki a külső támaszpontra, tehát ami itt van, az nem a teljes. De ez sem rossz, ami itt van. Azt nézem, hogy látok-e valami veszélyt. Nincs semmi. Jó, akkor ennyi. Be kellett volna zárni, de talán innen is be tudom. Helyes. Ennyit erről a barlangról. Többet nem akarok róla tudni. Jó, itt vannak az artefaktok itt a kiáratnál. Ez... 18, ez 20 darab, 2 van kint, az 22. Itt pedig azok a cuccok vannak, kivéve ezek. Berakom azokat, amiket most legújabban kaptam. Ugye, ennyi. Jó. Ezeket kaptam legutóbb a lootokból. Ezekből van egy Gigantosaurus tervrajz zöldben, egy Quetzal platform, itt van, amiket kaptam, ezek nem
tervrajzok, csak platformok, vagyis csak nyergek, kint is van egy darab ebből, meg búvárszemüveget kaptam, amit már korábban említettem, és nagyon jó, hogy van kézből szörme kesztyűm, mert zöldben még nem, nincsen. Sapkában van, mellényben van, azt hiszem nadrágban is van zöld, de cipőben és kesztyűben nincsen, de most már megvan a kesztyű is zöldben, úgyhogy tök jó. Ja, ezt még nem úgy kaptam, hanem én hoztam. Meg ezt is én hoztam. Meg ezt is én hoztam. Jó, a többi az, amit itt kaptam lootként. Persze, oda kint is van. Jó. Kint levakom a másik rexet, ezt meg kiviszem a másik kripoddal. Jó, innen már könnyű lesz nekem a támaszpontra kiszedegetnem ezeket az artefaktokat. Egyet már visszek is magammal, mert úgyis kifelé tartok. Jó, hát ennyi volt ez a barlang, hála az égnek túl vagyok rajta. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez kemény menet volt. És végre megoldottam a legnehezebbét, remélem nem lesz már ilyen nehéz barlang. Habár van egy vizes barlang, ami szintén nem könnyű. Sőt, van egy a fenyőerdőben is egy barlang, ami nem tűnik könnyűnek, de remélem nem ekkora szivatós barlang lesz. Hú, de jó kint lenni. Jó, ide gyűjtöm egyelőre az artefaktokat, itt van 3. Nyerget raktam be, amit bent találtam. Meg itt van még tervrajz, amit bent találtam, és itt a sapka, ez meg kék, nem is zöld, hanem ez még egy szinten még jobb. Azt hiszem, mert nézzük, csak páncél 57. Az a baj, nem tudom mihez viszonyítani, mert... Ja, de tudom. 57, ez meg 59. Akkor nem, a kék az gyengébb. A zöld az erősebb. De mindegy, van zöldben is odahaza. Tök mindegy. Van búváruszonyom, zöld tervrajz, de az ugyanúgy van otthon is. Ez nagyon jó, mert ebből nem volt se zöld, se kék. Ebből ilyen volt. A többi nem érdekes. Jó, megvan oldva ez a barlang is. Köszöntöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Szevasztok!